Nos, sziasztok srácok! Tudom, hogy régóta várjátok már azt a videót, hogy mikor nézzük át az Impostors IO bázist, hiszen mondtam nektek, hogy át fogjuk elemezni minden zegzugát. Nos, eljött ennek a videónak az ideje, szóval ebben a mai videóban srácok át fogunk nézni mindent, apró dolgot is, akár easter egget, akár táblafeliratot, mindent. Hiszen ebben az új LTM-ben rengeteg érdekes dolgot lehet találni a mostani szigetről. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator kód beírásával, ami nem más, mint Ghost Rider. Ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! Kezdjük is mindjárt a legelején. Ugye amikor elindítjuk a játékmódot, akkor bedob minket egy ilyen váróteremszerűségbe, ami sokak számára elég ismerős lehet. Pontosan a Season 8-as vulkánkitöréses event nézett így ki, csak úgymond át lehet színezve. Ugye ennél a résznél lehetett unvoltolni a Drumgun-t, illetve itt láttuk először a Zero Pointot. Érdekes, hogy pont ugyanezt a textúrát használják, illetve ugyanezeket az effekteket, meg lehet, hogy csak lustaság kérdése, vagy valami összefüggés van a kettő között, és itt vagyunk a Nexusban valahol, az valóságok között. Az első és a legkönnyebben felismerhető hely a Breach. A Breach, más néven a híd, rengetegszer került már elő, ugye a Fortnite történetében, akár cinematikokban, akár a képregényben. Ugye ez az a hely, ahol magát a Zero Pointot tárolják, őrzik. Ezt a helyet láthattuk már a Season 5-ös előzetesben is, ugye amikor Jones elkezdte keresni a vadászokat, hogy ugye megvédje a Zero Pointot. Illetve ez a hely megtalálható volt még a Batman Fortnite képregény 5. számában is, amikor ugye megtalálják az IO központot és a Zero Point termét. Viszont annyi a különbség, hogy itt ugye egy hatalmas torony állt elő a föld alól, ugye ez a képregény Season 6-ban játszódott. Viszont most semmilyen torony nincs, semmilyen sérülés, egész jó állapotban van, és elméletileg még a Zero Point is ott van a helyén, szóval külön érdekesség, hogy ez vajon hogy lehet és miért. De erre majd később visszatérünk. A következő hely, amit megnézünk, a fegyverraktár. Az első dolog, ami szembe fog tűnni nekünk, az egy Brute robot a Season 10-ből. Mivel egy Brute robot itt van az IO bázison, ezek szerint a Brute robotokat is az IO küldte le még Chapter 1 Season 10-ben. Még Season 10-ben volt egy olyan teaser kép, hogy az egyik oldalon ott volt a Seven, a Visitornak a logója, a másik oldalon pedig ennek a Brute-oknak a logója volt, és ugye középen egy Brute robot volt. És még volt is ebből egy teóra videó, hogy ez a két fél harcolnak egymás ellen, és ugye ezért menekült el Visitor még Season 4-ben egy meteorral, mert ugye kergették ezek a Brute rendőrség, vagy ezek a Brute osztag. És ugye Foundation-től tudjuk, hogy az IO-val nincsenek jóban, ezért meg lehet, hogy ez a teória igaz volt, és az IO a Brute-ot küldte ugye a Seven után, és ezért zuhant le a meteor Season 4-ben. Persze ez csak egy teória, viszont így, hogy kiderült, hogy az IO-nak közel van a Brute robothoz, így már ez sem kizárt. Ezen kívül rengetegféle csákányt és fegyvert lehet találni még itt a teremben, viszont ami a legérdekesebb, hogy el van zárva ide a legrégebbi, legerősebb fegyver, a Zapotron. Ugye a Zapotron Chapter 1 Season 1-ben volt bent a játékban, elég hamar ki is vaultolták, szóval nem sokáig lehetett használni, viszont ugye elég sok ember emlékszik rá, illetve a Save the World-ben még megtalálható ez a fegyver. Úgy látszik, hogy tényleg az egyik legerősebb fegyver lehet, hiszen az IO külön terembe zárta be ezt a fegyvert, és egy ilyen voltos tömbbe zárta be, úgyhogy talán van esélye arra, hogy valamikor még visszatérhet. És most jöjjön a számomra legizgalmasabb szoba, a CSI szoba, ahol a Seven dolgokkal foglalkozik az IO. Már a bejárata előtt Seven papírokat lehet itt találni, Seven logóval, illetve különféle Seven rajzokkal. Viszont amikor beérünk, akkor már lehet látni, hogy nem pita ez az egész, hiszen két táblányi Seven teóriát lehet itt találni különféle rajzokkal, meg különféle képekkel, szóval az IO nagyban nyomoz a Seven után, és ki akarják deríteni, hogy kik ezek. A harmadik táblán pedig egy szápás rajz van, különféle írásokkal. Viszont, hogy teljesen jó át tudjuk elemezni ezt az egész rajzot és a táblákat, elosztam nektek jó minőségbe a fájlok közül. Az első táblán csak a Visitort lehet megtalálni, különféle Visitor rajzokkal, logóval, illetve különféle matematikai egyenletekkel. Mivel nem vagyok nagy matematikus, nem tudom, hogy valaki meg tudja elmondani, hogy ez az egyenlet mit tartalmaz, vagy mi a jelentése, vagy egyáltalán van-e jelentése. Az egyenleten kívül van valamiféle fekete lyukféle rajz is, illetve egy térkép, ami Chapter 2 Season 1-et ábrázolja.
Ezen a térképen érdekes módon Steamy Stacksből indul el három ágazat, az egyik Korál felé, a második a sziget közepére, illetve a harmadik Retail Roofhoz. Az, hogy pontosan ez mit akar jelenteni, nehéz lenne megmondani, hiszen Steamy-nél semmi nem történt már ugye évek óta, szóval nem tudom, hiszen Chapter 2 Season 1-ben nem történt ugye semmi, csak a sziget közepével. Ez a második tábla szerintem érdekesebb, mint az előző. Itt már lényegében az összes Seven tagot lehet látni, a Visitort, a Paradigmát, illetve a Scientist, ugye eddig őket ismertük, viszont van egy negyedik kérdőjeles karakter, akiből jönnek ki az állágazások, szóval valószínűleg ő lehet a Foundation, a Sevennek a vezetője, viszont az IO nem tud még Foundationről. Viszont ami vicces, hogy a Prisoner is itt van a Seven tagok között egy kérdőjellel, szóval az IO azt hiszi, hogy a Prisoner is egy Seven tag, de mint játékosok mi tudjuk, hogy a Prisoner nem Seven tag. Hála ennek az Impostors LTM-nek tudjuk, hogy az IO nem tud még Foundationről, aki jelenleg úszkál valahol a szigeten, és szerintem hamarosan elő fog bukkani Season 8-ra, illetve körülbelül az IO is annyit tud, mint mi, hogy volt egy meteor, volt egy rakéta, event, és körülbelül ennyi, az IO sem tud semmit nagyon a Sevenről. De remélhetőleg ez Season 8-ban meg fog változni. A harmadik táblán pedig egy lézerágyús cápát lehet látni, de mint tudjuk, hogy ez a cápa az egy glider a játékban. Igazából ami ebből kiderül, hogy ezt a cápa glidert az IO készítette, szerintem lényegében ennyi a történet. Talán ami érdekesebb lehet, hogy ki lehet a Harrison nevezetű karakter, meg lehet, hogy ő készíti ezeket a dolgokat, fegyvereket. A bázison szemügyre vehetjük, hogy hogyan készülnek a Fortnite-os ládák, a lámák, illetve a supply droppok. Mert mint kiderült, ugye az IO irányítja az egész szigetet, a vihart, a loopot, de még a fegyver ládákat is ők pakolják le, az ammo boxokat, meg körülbelül mindent. Megint elérkeztünk egy izgalmas részhez, az irodai részlegre, ahol Dr. Sloan, illetve Jonesnak az irodáját meg lehet találni. Jones irodája 1:1 ugyanúgy néz ki, ahogy a cinematic előzetesben volt, a fényképek ott vannak a falon, ugye minden a bútorozata helyén van, de mint tudjuk, nem csak a cinematicban láthattuk az irodáját, hanem egy event során is, a Season 2-es Device eventen is. Jones irodájától nem messze pedig Dr. Sloan irodáját is meg lehet találni, igaz, hogy ide nem lehet bejönni, de belülről sem lehet sok mindent látni, hiszen le van kapcsolva a villany. Igazából ez alátámasztja azt, hogy Dr. Sloan Jonesnak a főnöke volt. A security szobában pedig láthatjuk, hogy az IO folyamatosan figyelte a szigetet és annak lakosait, szóval ha valamilyen gyanús dolgot tettünk, akkor gondolom oda küldték az IO őröket, és elraktak láb alól. Szerintem ebből a szobából figyelhette meg az adott ügynök, amikor Batman harcolt Snake Eyes-zal, mert ugye a képregény során volt egy olyan rész, ahol narráció folyamatosan egy Agent IO ügynökről volt szó, egy megfigyelőről, valószínűleg innen nézhette. És most jöjjön a laboratórium, ami megint csak érdekes helyszín lett. Ahogy bejövünk a laboratóriumba, az első szembetűnő tárgy Kevin a kocka lesz, aki igazából a laboratórium közepén van. Látszólag Kevin össze-vissza lépked egy asztalon, illetve egy robot kar irányítja folyamatosan, szóval nekem úgy tűnik ez az egész, hogy felméri Kevin a kocka működését, próbálják megfejteni, hogy miért lépked úgy, ahogy lépked, ugye ahogy Chapter 1 Season 5-ben csinálta. A kockától jobbra egy ismerős tárgyat lehet találni, hiszen Amerika kapitány pajzsa itt van, mellette pedig nem tudtam eldönteni, hogy mit lehet látni, egy ilyen érdekes tetőt. Balra pedig a Kedlőmasternek a sisakját lehet megtalálni, aki ugye az egyik Krupekben volt benne, illetve aki kalandozott még a Saturnus bolygón, ahonnan az űrlények jöttek. Mellett ott van az Infinity Blade, illetve egy Meteor darab, Chapter 1 Season 4-ből. Középen pedig a falon egy rajz látható, nekem úgy tűnik ez a rajz, mintha az IO-nak az eredetét akarná ábrázolni, ugye egy Defa Jones, illetve egy Defa Ramirez látható, akik éppen futnak az IO felé, úgyhogy meg lehet, hogy így született meg az IO, ugye egy két Defa csinálta. Jones alvos részlege is nagyon érdekes lett, ugyanis amikor bejövünk, már jobb oldalt lehet látni egy térképet, fényképekkel, amiket meg is mutatok nektek jó minőségben. Itt lehet látni egy teljesen új térképet, amit még soha nem láttunk a játékban. Ugye lehet akár a Chapter 3-as sziget persze teóriaként,
De ugye, mint tudjuk, Jones bejárta az űrt, hiszen rengeteg űrhajós ruhát is kapott a skin, illetve itt fényképeket is lehet látni, hogy Jones ugye bejárta az űrt, rengeteg űrlényt ismert meg, és rengeteg bolygón járt. Látszólag Jones rengeteget segített az IO-nak, hiszen különféle IO kitüntetéseket kapott, rengeteg IO kupát is meg lehet itt találni. Illetve rengeteg olyan doboz van, amire az van ráírva, hogy ne nyisd ki, semmiféleképpen. Jó lenne tudni, hogy azokban a dobozokban mi lehet, ha ennyire veszélyes, hogy nem szabad őket kinyitni. Itt a kanapén meg lehet találni Jonesnak a kutyáját is, Bonzit, aki ugye Chapter 1 Season 6-ban a Battle Pass-ben bent volt petként. És most jöjjön a nagy leleplezés, itt meg lehet találni Jonesnak az öltöző szobáját is, ahonnan mindig átöltözik egy adott skinre. Mi ugye játékosok csak úgy szoktuk hívni, hogy reskinelt Jones, viszont itt a történet szerint egy és ugyanaz az összes Jones, csak ugye snapshotok, viszont itt kiderül, hogy az űrhajós Jones, az Newsy Jones, a katona Jones, egy és ugyanaz a Jones. Itt van egy kis easter egg is, ugye napokra van bontva Jonesnak az öltönyei, hogy melyiket melyik nap fogja felvenni, viszont a keddi napi hiányzik. Ugye ez pont egy keddi nap történt, amikor Jones elárulta az IO-t, ugyanis a Season 6 pont kedden jelent meg, ekkor történt ez az egész, ezért hiányzik a keddi öltönye. Mondjuk az igaz, hogy itt már szakadt az öltönye, de ez a keddi öltönye volt, amit utoljára hordott. És most jöjjön a sziget irányító központi terem. A teremben meg lehet találni magának a szigetnek a hologramját, ahonnan megfigyelik folyamatosan a szigetet, hogy éppen mi történik rajta. Ami itt roppant érdekes, hogy a hologramon a Season 6-os sziget térképe van rajta, nem pedig a Season 7-es, szóval itt már érdekes, hogy most jelenleg a Season 6-ban vagyunk az IO szerint. Ha pedig átsétálunk a VR irányító központba, akkor pedig a Chapter 2 Season 1-es szigetet láthatjuk, szóval az roppant érdekes, hogy miért nem egyeznek meg a sziget rajzai. Lehet, hogy csak az IO lustasága és csak a szigetnek az alaprajza volt nekik fontos, nem pedig hogy mi van a szigeten. Úgyhogy meg lehet, hogy ez az egész Impostors játékmód Season 7-ben játszódik, viszont a szigetnek az alap dolgait nem frissítették le, úgyhogy lehet, hogy csak ennyi történt. Viszont ami érdekes, hogy egy-egy monitornak néha elmegy az adása, és ugye bejön ez a nincs adásos dolog, és ugye megjelenik a Shadow logó, meg lehet, hogy a Shadow mégsem dolgozik össze az IO-val, hanem csak éppen meg akarják hackkelni az IO irányító központot. Visszatérve a sziget irányító terembe, rengeteg érdekes dolog jelenik meg a monitorokon, amiket elosztam nektek külön-külön, jobban átnézzük. Monitorkon lehet látni például az IO katonáknak az élet erejét, ugye Alpha, Bravo, Charlie és Delta. Gondolom az IO őröket ugye amikor leküldik a szigetre, itt látják az állapotukat, hogy merre járnak, meg milyen állapotban vannak. Illetve azt is, hogy a szigeten merre van jelenleg a vihar, milyen szélirány van, meg hasonló dolgok. Ezeken kívül még lehet látni Kevin a kockát is, aminek a runáit éppen elemzik. Bár nem tudom, hogy az IO tudja, hogy a runák mit jelentenek, viszont kiraktak belőle valamit a runákból, ami nem más, mint Tilted Towers. Ugye erről már szó volt Chapter 1 Season 5-ben is, amikor elemezték a leakerek, illetve Redditen is rengetegen a runákat, és ugye írták is többször, hogy Tilted Towers kijön belőle, ha a runákat összerakjuk. Ezek szerint ez a teória igaz volt, hiszen itt a rajzon, a monitoron lehet látni, és tényleg Tilted Towers jön ki belőle, de az, hogy a Tilted visszajön-e, az még részletkérdés, de talán van rá esély ezek után. Amit itt még lehet látni, az pedig az épületek alaprajzai, amikor lerakunk egy lépcsőt, meg hasonló dolgok. Valószínűleg az IO állítja be azt, hogy az adott sziget lakosok hogyan tudjanak építeni, hogyan forgatják a lépcsőket, meg hasonló. Szóval érdekes, hogy a maga a játék mechanikáját is az IO irányítja. Jobb oldalt pedig Visitornak a rakétáját lehet látni, ami külön érdekesség, hogy mit keres itt, illetve a működését jelezik, meg illetve olyan, mintha a Föld körül vagy a bolygó körül keringene Visitornak a rakétája, bár ezt nem tudom, de érdekes, hogy elemzik a rakétát. Az utolsó kettő monitor kiírásából az is kiderül, hogy az IO állítja a szigeten lévő fegyverek működését is, sebzését is, bár erre tudja számíthattunk, hiszen ha az IO csinálja a cseszteket a szigetre, akkor valószínűleg ők állítják a fegyvereket is. És végül pedig egy riftnek a működését láthatjuk, igazából nem értek belőle semmit, de annyi biztos, hogy az IO tudja, hogy egy adott rift hogyan működik, ugye hogyan tud átvinni minket egy másik pontra, valamiféle fekete lyuk által
legalábbis a rajzon ez látható. Ebben a föld alatti létesítményben meg lehet találni még a Loop irányító központot is, ugye itt állítják vagy itt irányítják azt, hogy a szigeten 22 percenként újrainduljon minden, ezáltal a lakosai soha ne tudjanak kijutni a szigetről. Fent az egyik monitoron lehet látni a Kevin a kockát meg Visitor rakétáját is, meg lehet, hogy ennek a kettőnek is köze van a Loophoz, meg lehet, hogy ezek okozzák az egészet, bárki tudja. Minden esetre, ha ezt az épületet el tudnánk valahogy pusztítani, akkor az egész sziget felszabadulna, és bárki elmehetne és mindenki emlékezne mindenre. Egy kis érdekesség, ha valakit megölünk az Impostors játékmódban a Rift fegyverrel, akkor az adott játékos átkerül a valóságok közé. Ami azt jelenti, hogy az adott játékos nem hal meg, csak csapdába esik a valóságok között. Viszont mi már tudjuk, hogy hogy néz ki a valóságok között, ugyanis már az egyik eventben jártunk itt, nem is egyszer. Még Season 6-ban, amikor Kevin felrobbant, akkor pontosan itt voltunk a valóságok között, a Nexusban. Ugye ez az a hely, ahonnan lehetett látni a különféle dimenziókat, univerzumokat, világokat, ahonnan a crossoverek jönnek. Szóval, ha valakit megölünk az Impostors játékmódban, akkor ide kerül elvileg, elméletileg a valóságok közé, vagyis pontosan ide, és itt lebeg. Nem hiába van az, hogy ugyanolyan animációt kapott a lebegés ugye az Impostors játékmódban, mint itt az eventben. És most tegyük fel a legnagyobb kérdést, hogy ez az Impostors LTM, ahol jelenleg vagyunk, melyik seasonben játszódik, mikor? Elemezzük át először az előzetest. Alapból már az előzetes első másodperceiben láthatjuk, hogy az anyahajó nincs a sziget felett, szóval Season 7-ben nem lehetünk. Ugye Dr. Sloan Jonesnak az árulásáról beszél az előzetesben, ami ugye Season 6-ban történt, legalábbis Season 6 legelején történt. Ugye még ott van a sziget holografikus kivetítőjén a Season 6-os térkép, ez is egy bizonyíték, hogy elvileg Season 6-ban járunk. Plusz ott van még az is, hogy az IO itt még nem tudott semmit a Foundationről, valószínűleg most Season 7-re már többet tudnak, meg lehet, hogy már tudnak a Foundationről, de itt még ugye nem tudtak róla semmit. Plusz, ami nagyon-nagyon fontos dolog, és lehet, hogy kevesen vették észre, Jones irodájában a fiók ki van húzva. Ugye a Season 5-ös előzetesben volt az, amikor a Rift fegyvert elővette a fiókból, és itt látszik, hogy ki van húzva, szóval biztos vagyok benne, hogy Season 5 után játszódik, és szerintem Season 6-ban. Szóval tegyük fel, Season 6-ban játszódik ez az egész, viszont akkor a Zero Point, hogy a picsába van ott a Bridge-nél. Illetve, hol van a Spire torony, ami ott volt a Batman Fortnite képregénynél is. Igazából ezeken kívül minden passzol, hogy Season 6-ban játszódik ez az egész Impostors játékmód, de mint mondtam nektek, hogy a Zero Point nem értem, hogy hogy van itt, illetve le van kristályozódva az egész, vagy meg lehet, hogy az IO létrehozott egy újabb Zero Pointot a föld alatt, amíg mi fent voltunk. Mert ha belegondolunk, Batmanék is képesek voltak arra, hogy hazajussanak a Zero Point nélkül, szóval miért ne lehetne az, hogy az IO létrehozott egy újabb Zero Pointot itt a föld alatt, és meg lehet, hogy az anyahajónál van a másik, szóval akár több Zero Point is lehet egyszerre. Szóval akkor meg lehet, hogy a Season 5-ös cinematicban Jones létrehozott egy újabb Zero Pointot. Mert akárhányszor megnéztem ezt az előzetest, mindig úgy tűnt, mintha tényleg egy Zero Pointot lőtt volna ki le ugye a szigetre, viszont mindig hülyeségnek tartottam, hogy ez hogy lehetséges. Mert ha jobban belegondolunk, Galactus tényleg elpusztította a Zero Pointot még Season 4-ben, hiszen elszívta az energiáját, és az összes sziget lakost átküldte a valóságok közé. És ugye a valóságok között kellett megküzdeni Galactussal, és ekkor már a Zero Point sehol sem volt. Szóval gondolom, mivel elpusztult a Zero Point, Jones létrehozott gyorsan egy másikat, hogy ugye a lakosok ne szökjenek el, meg ugye megmaradjon a loop, de gondolom, miután létrehoznak egy Zero Pointot, rengeteg idő kell neki, hogy stabilizálják, ezért gondolom nem volt nekik idejük, ezért kérte meg Dr. Stone Jones-t, hogy ugye hozza létre, vagy hozza helyre a Zero Pointot, de ugye ez nem sikerült. Viszont most Season 6-ban, amíg a Spire toronyban benne volt a Zero Point, addig az IO-nak volt ideje létrehozni egy másikat, egy tartalék Zero Pointot. Hiszen amíg a Spire toronyban volt a Zero Point, addig biztonságban volt a sziget, ezért nyugodtan létre tudtak hozni egy másikat, gond nélkül. Szóval, ha az anyahajón van még egy Zero Point, illetve itt van még egy a föld alatt, akkor lehet, hogy ezért nem annyira aggódik az IO a Zero Point miatt, hanem csak simán felrobbantják az anyahajót. Ha meg is semmisül a Zero Point, van egy másik tartalék az IO föld alatti bázisán. Hát srácok, mára ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, kommentben írjátok meg, hogy ti mit gondoltok. Lehetséges az, hogy két Zero Point legyen a szigeten?
esetleg valamit észrevettetek-e, olyan dolgot, amit én esetleg nem? Hiszen lehet, hogy olyan dolgok vannak még, amiket én sem láttam. Viszont én mára mentem, Gusi Reder voltam, sziasztok!